Abbalassa a magazin minden munkatársa nevében köszöntöm Önöket. A koleszterinről legutóbbi adásunkban már ejtettünk szót. Arról azonban, hogy a koleszterin okozta betegségek örökölhetőek, nem esett szó. A családi titok hamar kideríthető, és ha esélye van az örökölt betegségnek, érdemes minél korábban megkezdeni a védekezést. Tudják Önök, hogy a világ egyik legismertebb festményének, a Mona Lisának modellje súlyos beteg volt. Leonardo zsenialitását mutatja, hogy a képen megfestette azokat a jeleket is, melyről az orvostudomány ma már tudja, hogy a koleszterin problémákkal küzdők csalhatatlan bizonyítékai. Nem véletlenül választotta a képet a családban öröklődő magas koleszterin ellen harcoló orvosi szövetség, pont ezt a képet jelképéül. Ez egy olyan örökletes betegség, azt szoktuk mondani, hogy a leggyakoribb monogénes, tehát egy gén által közvetített örökletes betegség, ami a magyar lakosságot, a magyar populációt ismerve körülbelül 250-ből, minden 250. egyén érintett ebből a szempontból. És mivel a koleszterin az nem fáj, nem okoz panaszokat, méltán mondhatjuk, hogy a néma gyilkos, ugyanúgy, mint a magas vérnyomás, a hipertónia. Addig, amíg nem ismerjük meg a konkrét laborértéket, addig nem fog ez igazából semmi tünetet okozni. A tragikusabb persze, hogyha igen, hiszen ez egy olyan születéstől fennálló magas koleszterin szint azokban a családokban, ahol ez a genetika, ez a gén öröklődik, hogy bizony már fiatal korra, a 20-as, 30-as évekre olyan súlyos érelmeszesedés ki tud alakulni az örökletes magas koleszterin révén, amely akár hirtelen szívhalálhoz, vagy akár megmentett, de lezajló infarktushoz vezethet. Emiatt mindenáron fontos volna ezeknek az egyéneknek, ezeknek az egészséges, vagy már érrendszeri betegségben szenved egyéneknek a minél szélesebb körű feltérképezése, megismerése. Benczúr doktor véleménye szerint minden esztendőben fontos volna egy olyan szűrővizsgálat, mely kitér a koleszterin szint ellenőrzésére is. Különösen igaz ez azokban a családokban, ahol fiatalon ért valakit szívinfarktus. Azokban a családokban, ahol fiatalkori infarktus előfordult, érdemes az egész családot, a vérrokonokat szűrni. Nekem is az első kérdésem mindig az szokott lenni egy fiatal 30-as, 40-es korú infarktusos beteghez, hogy a családban ez előfordult-e. Volt esetleg egy olyan nagybácsi, nagynéni a távoli múltban, a családban, aki nem érte meg esetleg azt, hogy családja legyen fiatalon, 30-as éveiben elhunyt, mert ez erre jelentett egy gyanút. Az, hogyha egy fiatalember infarktus kap, tehát a 40-es korosztályban magas a koleszterinje, akkor bizony következetesen akár a gyerekekig tovább haladva egyfajta kaszkádszűrést, családszűrést végzünk, hogy minél hamarabb felfedezzük azokat a ma még tünetmentes, de már ezt a magas koleszterint hordozó egyéneket, akiknél tetten érhető már sokszor az érelmeszesedés különböző vizsgálatokkal, például a nyaki ér ultrahangvizsgálattal. Nyilván egy ilyen egyenesági leszármazottság, hogyha egy anya hordozza ezt a gént, az 50% eséllyel örökíti a gyermekébe. Nyilván az már csak 25% eséllyel fog az unokába öröklődni, illetve oldalágon is ez a fajta egyre ritkuló előfordulás, ez megjelenhet. Viszont mivel ez ennyire gyakori, hogyha egy kicsit számolunk, hogyha minden 250. ember érintett, akkor Magyarországon minimum 20, akár 50 ezer ilyen egyén lehet ebben a betegségben, ebben a genetikai sajátosságban szenvedhet, ami bizonyos értelemben lehet egy sorscsapásként, vagy egy Isten átkaként fölfogni, de szerencsére nagyon hatékony gyógyszereink vannak ez ellen. Minél korábban felfedezzük, minél hamarabb elkezdjük a kezelést, annál inkább lecsökkenthető, akár ezt a genetikai eltérést nem hordozó egyének kockázatára az a fajta kockázat. Persze, hogyha ezek az emberek az egyéb civilizációs ártalmakkal rendelkeznek, további rizikofaktorokkal, akkor még inkább hatványozódik ennek az esélye. A szűrést fiatal felnőtt korban 18-20 évesen is érdemes elkezdeni annak érdekében, hogy az esetleges betegség megjelenése ne tudjon súlyosbodni. Találkozok egy akármilyen korú emberrel, ilyen magas koleszterinnel, és igazolni, vagy legalábbis a gyanú fölvetődik, igazolni látjuk ezt az eltérést, akkor önállok már a gyerekeknél is, 8-10 éves korban is megszoktam kérni ezt a laborvizsgálatot, az még utána egy újabb küzdelem, csata, akár a gyerekorvosával, akár magával a családdal, hogy bizony idejekorán, akkor még kicsi dózisban, de érdemes elkezdeni a koleszterin csökkentő kezelést, hogy ez a fiatal egészségesen nőjön föl, ne alakulhasson ki nála ez a komoly veszély. Létezik egy betegszervezet, aki ezzel nagyon intenzíven foglalkozik, és ez a betegszervezet világszerte is persze a Mona Lisa a világ egyik leghíresebb festményével
próbálja népszerűsíteni, vagy emlékezetessé tenni ennek a betegségnek a megillétét. Mona Lisa ugye Leonardo csodálatos festménye, ami több mint 500 éve festett meg, és azt mutatja, hogy milyen csodálatos festő volt Leonardo, minden apró részletre figyelt. Ha nagyon közelről megnézzük ezt a festményt, vagy a interneten elérhető fotót kinagyítjuk, akkor a felső szemhéjon látható egy kis zsír felrakódás, egy kis szemölcsszerű valami, ami ennek a betegségnek a nem kötelező, de nagyon gyakran megjelenő látványos külső megjelenése, manifestációja. Tehát azoknak érdemes szoktuk mondani, hogy a beteg szemébe kell nézni, és hogyha egy nagyon alapos orvos a beteg szemébe néz, megláthatja ezt az eltérést. Ha Mona Lisa kapcsán ez a családi titok, amire ha labort nézünk, fény derülhet, nem baj, hogyha az emberekhez egy kicsit ez kötődik, és elkezdik ennek nyomán szűrni, hogy ők esetleg Mona Lisához ilyen módon hasonlóak-e vagy nem, és eljutnak akár a mi osztályunkra, itt mi az éveleje óta egy hipertónia lipid, tehát a magas vérnyomással és a koleszterinnel foglalkozó szakrendelést elindítottunk. Mi magunk FH centrum is vagyunk, vagyis ennek a családi halmozott örökletes magas koleszterin szintnek a szűrésére dedikált centrum vagyunk, ami a Magyar Szakmai Társaságoknak egy fő célkitűzése, hogy ezt a sok-sok ezer embert minél hamarabb ismerjük meg. Jelenleg Magyarországon alig 1%-át ismerjük, ennek az 1%-nak is csak a töredéke van kezelve, holott, hogyha ezek mindannyian infarktust fognak kapni, hát azért sajnos egy megyeszékenyi lélekszámú szexárnyi lakosság fog esetleg ennek az áldozatául esni. Sok esetben a kéz és láb krónikus dagadása mögött a nyirokrendszer rendellensége áll. A betegség gyógytornászok segítségével kezelhető. Hogy milyen módszereket alkalmazva segítenek a következő percekben, megmutatjuk önöknek. A nyiroködéma akkor alakul ki, amikor a nyirok elfolyása valamilyen ok miatt zavart szenved. Sok esetben ez másodlagos probléma, kialakulhat egy műtéti heg vagy egy kiterjedt trauma hatására is. Ilyenkor bedagad a beteg keze vagy lába. Előfordul az is, hogy egy elsődleges nyiroködémáról van szó, ami azt jelenti, hogy a betegnek eleve vele születetten kevesebb a nyirokér, illetve a nyirokcsomó, és aztán egy későbbi túlterhelésre már nem tudja elvezetni a nyirokrendszer a folyadékot. Lehet akár egy fizikai túlterhelés is, igen, akár az, hogy valaki többet áll, vagy aktívan sportba kezd, igen, ez is kiválthatja. Na, általában keresnünk kell a kiváltó okot, ugye, hogyha volt egy műtét, volt egy traumacsonttörés, és utána folyamatosan egyre jobban dagad a karja, illetve ez nem szűnik pihenésre sem, karja vagy lába. Hiába polcolja, hiába pihenteti, új benyomatot már ilyenkor nem tart ez az ödéma, folyamatosan alakul ki egyre komolyabb stádiuma. Ha ezt az állapotot tapasztalja önmagán, a házi orvos segítségével juthat el a bőrgyógyászhoz és onnan a gyógytornászokhoz, akik megfelelő masszázsok és kötések segítségével elősegíthetik a gyógyulást. A betegség kezelés az két formában történik a kórházunkban, vagy osztályos bentfekvés alatt. Ez azt jelenti, hogy a betegek akkor a bőrgyógyászati osztályon fekszenek, illetve ambulánter ellátás keretében történik. Maga az ellátás az két hetet vesz igénybe, és a kezelés az fél évente ismételhető. Hogyha a kezelés befejeződött, akkor kompressziós kar, illetve lábharisnyával látjuk el a beteget, és akkor azt az otthonában alkalmazni tudja a következő kezelés idejéig. A kezelés menete az több fázisú. Először a beteg karkörfogatát fogjuk lemérni, hogyha a felső és alsó végtagról beszélünk, tehát nyilván centiméter különbségekről van szó, és így tudjuk egyrészt megkülönböztetni azt, hogy melyik kar ödémes, nyilván ezt ugye látjuk is, mindig az érintett oldali kart fogjuk adott esetben kezelni, a nyak és a mellkassal együtt. Hogyha a beteg már a kezelésen részt vesz, a kezelés első menete ugye a körfogatmérés, aztán utána kap egy nyirokdrenást, ami masszázs jellegű, ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy nem masszázsról beszélünk, hanem egy speciális fogásokkal, egy kis simító fogásokkal tereljük a nyirok folyadékat a megfelelő elvezetés, illetve a megfelelő irányba. Majd utána egy gépi kezelésben fog részesülni a beteg, az itt látható kompressziós készülékkel együtt. Egy karmanzsettát helyezünk föl a kezére,
Ez egy nyomást fejt ki, körülbelül 40 és 60 mm-es nyomáshullámokkal, ez körülbelül 4 óra 20 percet vesz igénybe. Ezt fontos hangsúlyt fektetünk arra, hogy ez komplex kezelés keretén belül zajlik, és kiegészítő kezelésként használjuk. Az utolsó két fázisa a kezelésnek az egy kompressziós pólyázás, illetve egy gyógytorna. Ezzel lesz teljes a kezelés. Tehát egy végtagra használjuk fel ezt az anyagmennyiséget, amit ide elhelyeztünk, és a kötést mindig úgy tesszük fel, hogy a periféria felől a centrum felé egy fokozatos nyomást alkalmazunk. Ez az, ami segít nekünk a nyirok folyadékot visszapréselni a keringésbe. A születésszám növekedése érdekében családbarát szülészeteket alakítanak ki a kormány. Nem új szülészeteket hoznak létre, hanem a meglévő osztályok mindegyikénél lesz egy minimum szabvány, és az ennek eléréséhez szükséges fejlesztésre pénzt biztosít a kormány. Szekszárd egy országos felmérés szerint a harmadik legjobb szülészet az anyavédelem tekintetében. A családbarát szülészet gondolata már évtizedek óta él a magyar egészségügy rendszerében. Az 1990-es évek elején Tolna megyében több kórházban is, így Bonyhádon és Szekszárdon is már működött olyan szülőszoba, illetve ellátás, mely a kicsik világra jöttének és ápolásának meghittebb környezetet biztosított. Szekszárdon a mai napig is úgynevezett roomingin ellátás működik, ami azt jelenti, hogy csak az a kis baba kerül az újszülött osztályra, akinek bármilyen problémája adódott. A többiek az anyukájukkal maradnak. A családbarát szülészettel szemben jelentős elvárások vannak, mely adott esetben terhet ró az egészségügyi intézményre is. Úgy néz neki, hogy nem két kismama egy kórterembe, meg két baba, hanem egy kismama, egy baba, meg apuka esetleg, vagy megint családtagok, és annak a berendezése is hát megint egy kicsit olyan, ami esztétikailag, komfortilag, meg mindenféle szempontból megfelelne. Glidné Tilman Erzsébet ápolási igazgató mesél arról, milyennek gondolja ma a szakma a bababarát szülészetet. Véleményem szerint a szakembereknek az összetettsége, a tudása, a szakmai hozzáállása, a szemlélete lehetővé teszi a családbarát kórházaknak a bevezetését, vagy szülészeteknek a bevezetését. A személyi állománynak a száma az, ami ennek esetleg egy kicsit gátat szabna, de egyébként fel vagyunk rá készülve, úgy vélem, hiszen az emberek elkötelezettek, magas szakmai tudással rendelkeznek, és abszolút a családbarát szemléletet tartják szem előtt. Szekszárdon több mint 10 éve van roomingin rendszer, ami azt jelenti, hogy a kisbaba az édesanyával van a kórterembe. Ezt mi saját magunk valósítottuk meg annak a célnak az érdekében, hogy családbarátokká és bababarátokká próbáljunk válni, illetve az anyateljes szoptatásnak a preferálása az nálunk nagyon régóta megtörténik. Azért mi készülünk a bababarát kórház felhívásra is, tehát azoknak a programpontoknak, amit a WHO ezáltal előír. Egy országos statisztikai felmérés eredményéből kiderült, hogy az anyavédelem tekintetében a Szekszárdi Kórház a magyar egészségügyi intézmények rangsorában a harmadik. A Szekszárdi Kórház élen jár abban, hogy milyen kevés gátmetszést végzünk. Gyakorlatilag a munkatársaink a képzéseikkel, a babamasszázsal, a hordozókendő tanításával, a szoptatás tanításával fel vannak erre készülve. A másik pedig az, hogy a szülésznő kolléganők, ők szintén hát magas tudással és gyakorlattal rendelkező emberek, akik szintén próbálják megvalósítani a családbarát és a bababarát
szemléletet. Miközben a szakma készül a magasabb elvárások teljesítésére, az infrastruktúra jelentős hátrányban van. A kórházak nincsenek erre felkészülve. Annak érdekében, hogy az infrastruktúra javuljon, vagy változzon, természetesen a kórház megpróbál lépéseket tenni, hiszen 21. századi kórházat szeretnénk, de hát egyáltalán nem felelünk meg ennek a kritériumnak, és hát nyilvánvaló, hogy a kórház az nem ülhet le, és nem gondolhatja úgy, hogy ez így rendben van, tehát természetesen lépések történnek ebben, és hát reményeink is vannak abban, hogy itt változás várható. Ezzel párhuzamosan a kórház folyamatosan képzi az utánpótlást és fejleszti a mostani ápolók tudását annak érdekében, hogy a szakma folyamatosan lépést tudjon tartani a kor kihívásaival és az elvárásokkal. Egy civil kezdeményezés eredményeként bővülhetett a szekszárdi kórház gyermekosztálya. Egy olyan különleges székkel egészült ki az ellátás, mely az inkubátoros babáknak és szüleiknek ad lehetőséget arra, hogy a rendkívüli körülmények ellenére is együtt lehessenek, kontaktust teremtsenek egymással. Ez a megkét pillanat természetes állapot egy édesanyja és egy újszülött között. De mi van akkor, ha a pici valamilyen problémával érkezik a világra, és heteket kell inkubátorban szüleiktől távol élnie? Ezen a helyzeten segít ez az úgynevezett kangaszék, melyet egy civil szervezet adományozott a Balassa János Kórháznak és további 14 gyógyintézménynek. A szervezet szülés után lévő anyukáknak szervez olyan testedzéseket, mely elősegíti regenerációjukat. Ez egy országos egyesület, Európa szerte a Kanga Training, az Európa első számú szülés utáni regenerációs tornájáról. Először el kell mesélnem, hogy az anyukáimmal álltunk ki május 15-én, országosan 16 városba, 5 órakor egyszerre táncoltunk el két számot, és így gyűjtöttünk pénzt és tárgyi adományt. Kuhajda doktornőjék a helyszínre kifáradtak, úgyhogy a tárgyi adományokat átvették, és utána az összegyűlt több mint 1 millió forint gyűlt össze országosan a 16 helyről, és arról vettünk kengurúzó székeket, és az összes közeli kórházba ajándékoztuk ezt. Ugye a koraszülött osztályoknak adományoztuk, akkor volt a koraszülöttek világnapja, és a melletted lévő alapítvány által sikerült ezt megszerveznünk országosan. A székek lehetőséget biztosítanak arra, hogy az inkubátorban lévő csöpségek mégiscsak hozzájuthassanak a szüleikkel való testi kapcsolathoz. A koraszülött babákat ugye sajnos a helyzetből adódóan el kell szakítsuk egy rövid időre az édesanyjuktól, és ahogy itt látják mögöttem, inkubátorokba helyezzük el őket, hogy a hőntartást tudjuk biztosítani, hogy monitorizálni tudjuk az életfunkcióikat. Ez természetesen egy nagyon kívánatos és nagyon érthető helyzet, hiszen nagyon fontos egy ilyen pici életnek minden rezdülését nyomon követni. Viszont a gyerek számára mégis az az elsődleges, és az lenne az elsődleges, hogy az édesanyja közelébe legyen. Ezek a kengurúztató székek lehetővé teszik, hogy teljes biztonsággal, akár monitorral felszerelve is a babákat az édesanyjuk, édesapjuk mellkasára helyezzük, és ezáltal mind az érzelmi kötődésük, mind pedig az egészségük biztosítása megoldott. Tehát mi ugyanúgy tudjuk monitorizálni, ugyanúgy látjuk az életfunkcióik változását, miközben a baba jól érzi magát, és nyilván az édesanya, édesapa számára is egy nagyon pozitív dolog, hogy az a baba, akiért nagyon sokat aggódnak, hiszen mint tudjuk, egy egészséges gyerekért is nagyon sokat aggódnak a szülők, de nyilván ez fokozódik, amikor bármiféle probléma van. Tehát akár előbb érkezik, akár betegen érkezik ez a kisbaba. A szülők számára is egy megnyugvás, hogy végre magukhoz ölelhetik, látják, hallják, érzik a szuszogásukat. Tehát ez mind az anya, mind az apa, mind pedig az újszülött számára egy nagyon-nagyon fontos dolog. A székek jelentősen javítják az érzelmi biztonság kialakulását a szülőktől távol levő kisbabában. Ez hozzájárul gyógyulásukhoz és fejlődésükhöz. Egy ilyen gyógyító eszköz ára nem haladja meg a 100 000 forintot. Ennek ellenére ritka, hogy a Magyar Egészségügyi Intézményben jelentős számban állna rendelkezésre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!